Illeszkedve a környező épületekhez kellemes látványt nyújt a gerjeni polgármesteri hivatal. Felújítása az elmúlt év decemberében kezdődött, és 2021 májusában ért véget. Ünnepélyes átadásán Romhányi Károly polgármester felidézte a 2006-os évet, amikor a régi polgármesteri hivatal teljesen átalakították, kétszintessé tették. Azért mégiscsak az idő vasfoga meglátszik ezen az épületen, és hát azt gondolom, hogy elérkezett arra az idő tényleg, hogy felújítsuk egy picit, hogy tényleg szinkronba hozzuk a közösségi házunkkal ezt az épületet, és hát, hogy a komfort fokozatot azért mégiscsak növelni tudjuk, ezért döntöttünk úgy, hogy tényleg egy teljes nagy generálon fog átesni ez az épület, és hát, hogyha bárki beérkezik ügyfélként, illetve segítséget kérni az önkormányzati dolgozóktól, akkor ezt egészen könnyedén és egy komfortos épületbe tudjuk megtenni. Ez egy energiahatékonyságot növelő beruházás is volt, hiszen lecserélték a korábbi gázkazánt, ezzel a település szinte összes közintézményén megtörtént az energetikai korszerűsítés. Egy nagyon szép beruházási sorozatnak értünk most erre a pontjára. És hát azért ez a megtakarítás, mert nyilván későbbiekben bízom benne, hogy egyéb magyar falus projektekhez, vagy bármi máshoz, hogyha szükséges lesz pénzt felhasználni a projektekhez, akkor ezt a megtakarítást majd fel tudjuk használni, és a lakók azért saját bőrükön fogják tudni mégiscsak tapasztalni azt, hogy mennyire jó beruházást hajtottunk végre, és nem csak az ügyfélfogadás idejére, hanem remélem, hogy járdákat, utakat tudunk a közeljövőbe, illetve közintézményeket tudunk majd fejleszteni. Megújultak a hivatal belső terei is. A falakat, nyílászárókat festették, pácolták. A Magyar Falu program keretében mintegy 18,5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból megvalósuló projekthez segítséget nyújtott Süli János miniszter, a térség országgyűlési képviselője is, aki szintén beszédet mondott, melyben kiemelte a többi gerjeni beruházást is. Itt nem csak a önkormányzat épülete újult meg, hanem az elmúlt időszakban ugye sok mindennel találkoztunk, voltunk itt az egészségügyi létesítmény, de a játszótér is új, és ugye jövünk nem soká, majd az óvodát is gondolom, hogy lassan ott leszünk, hogy átadásra kerül. Ugye megint van nyűg, meg kerülgetni kell itt a kátyúkat, amit mesterségesen csinálunk a útjavítás címén, de ez is jó dolog, mert ha vége lesz, akkor csak jó úton fogunk tudni Gerjenbe jönni. Látjuk a port, hogy elkezdte, és kint van a tábla, hogy a NIF megkezdte a Paks fele, illetve a hídhoz csatlakozó útnak is a földmunkáit. Ez is egy örömteli dolog. A miniszter hozzáfűzte, a Paks 2 beruházás legnagyobb nyertese Gerjen lesz. Új ipari terület kialakítását is szeretnék a településen. Megjegyezte, a beruházásokkal járó kezdeti akadályokat le kell küzdeni. Azt gondolom, hogy itt is le lesz, és akkor tényleg tudunk jönni még egyszer, meg még sokszor új átadásokra, és akkor hogy az is nagyon fontos, hogy itt a gyerekeknek is jó kell érezni magukat, jó óvoda, jó iskolának, és akkor haladni fogunk előre. Népesség megtartó képessége, meg szerintem ez lesz a Tolna megyében az első település, aminek a közeljövőben nőni fog a népessége, nem csökkenni. Az eseményen jelen volt Kovács Pál államtitkár, Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke és a település korábbi polgármesterei is. A beszédeket követően a beruházás végét jelképezve Romhányi Károly és Süli János vágták át a nemzeti színű szallagot.